Ha a legjobb kártyákkal szeretnétek játszani, válasszátok a Foodpark oldalát, és használjátok a Krisztián kuponkódot további kedvezményekért. A linket megtaláljátok a leírásban. Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban szeretném nektek bemutatni a kamera, a kontroller, illetve a játék beállításaimat. Nagyon sokan kérdezitek mindig az élőadások alatt, hogy milyen kamerabeállítást használok, ez szinte a leggyakrabban feltett kérdés, úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálok nektek egy külön videót, amiben bemutatom, hogy mi hogyan van beállítva nekem a FIFA 20-ban. Egy másik dolog, srácok, hogyha esetlegesen még nem tettétek meg, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornámra, valamint a leírásban megtaláljátok az Instagram oldalamat, ezt is kövessétek be, ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, valamint, hogyha hasznosnak találod ezt a videót, akkor jelezz vissza egy lájkkal. Szóval akkor kezdjünk is bele. Szerintem menjünk sorba. Az egyéni kontroller beállításaimról nagyon sokat nem szeretnék beszélni, mert szinte minden ugyanaz, mint tavaly volt, viszont van egy-kettő olyan beállítás, ami véleményem szerint kicsit megmagyarázásra szorul, mert újjak ezek a beállítások a játékban. Szóval a FIFA tréner az nekem ki van kapcsolva, ez mindenkinek egyéni preferencia, ha te szereted, hogy például mutatja azt a bizonyos time finishing sávot, akkor mindenképpen kapcsold arra, hogy show, tehát hogy mutassa. Aztán a time finishing az, hát nekem be van kapcsolva, de én azt gondolom, hogy ha nagyon-nagyon elsajátítod a time finishinget, akkor van értelme, de a tavalyi játékhoz képest abszolút nem annyira effektív, mint amilyen tavaly volt, úgyhogy én szerintem, ha offra van állítva, akkor sincs probléma, mert én például személy szerint nem szoktam használni a time finishinget, csak bizonyos esetekben mondjuk, szabadrúgásnál meg ilyesmi, de... Azt gondolom, hogyha csak simán egy lenyomással nyomod meg a lövés gombot, akkor is tökéletesen gólt tudsz vele rúgni. A Second Defender Switch Icon az első olyan beállítás, ami megváltozott tavalyhoz képest, mert ha minden igaz, akkor talán ilyen nem volt tavaly, de már egész pontosan nem emlékszem. Ha ezt onra állítod, akkor látod a második úgymond ikont a játékosod felett, tehát azt a játékost, hogyha lenyomod az L1-et, tehát a játékos váltást, akkor melyik az a játékos, akire váltani fog majd a játék. Tehát mindenféleképpen, ha te úgy szeretsz játszani, hogy látod, hogy ki lesz a következő választott játékosod, és esetleg az L1-jel szeretsz, mit tudom én mondjuk, váltani, vagy ilyesmi, akkor mindenképpen ezt használd. Valamint ez akkor is jó, hogyha te használod azt a Second Man Press-t. Nem tudom, hogy valaki tudja esetleg, hogy miről beszélek, de gondolom, hogy tisztában vagytok ezekkel a dolgokkal. Tehát amikor lenyomod, mit tudom én, a Second Man Press-t, ami jelen esetben mondjuk nekem az R1-re van állítva, hogyha ezt lenyomod, akkor az a játékos fogja megtámadni, és innen látod, hogy melyik az az adott játékos, aki majd le fog támadni. A pass block assistance az igazából tavaly is úgy volt, illetve az auto switching és egyebek is. A jockey az assistedre van állítva, és itt van a következő olyan beállítás, amiről érdemes beszélni, a right switch tulajdonképpen vagy right stick switching, ami azt jelenti, hogy a player relatívra van állítva, akkor a játékos, aki a legközelebb áll hozzád, arra fog váltani. Tehát sokan vannak, akik úgy szeretnek váltani játékost, hogy megnyomják ezt a bizonyos gombot, tehát amivel cselezel is, és akkor levált a játékosról. Na most ezt két különböző módszerrel lehet beállítani. A player relatív az azt jelenti, hogy a legközelebb álló játékosra fog ráváltani, viszont van a ball relatív, ami meg azt jelenti, hogy a legközelebb lévő játékos, aki a labdához közel áll. Én azért szoktam a player relatívot használni, mert véleményem szerint sokkal jobb, mint a ball relatív. Embere válogatja, valaki ezt, valaki azt használja, mindkettőt próbáljátok ki, és nézzétek meg, hogy nektek melyik a legmegfelelőbb. Menjünk is akkor tovább, igazából itt minden assisted, meg semi assisted, ez semmi nem változott, az analóg sprint is tökéletesen rajtad múlik, hogy melyiket szereted. Ha ez offra van állítva, akkor nincsen annak úgymond jelentősége, hogy mennyire nyomod le az adott gombot, tehát hogyha tegyük fel, mondjuk te sprintelni szeretnél, ugye nekem a jobb hátsóra van állítva a sprint, de valakinek a bal hátsóra, tényleg embere válogatja, hogy milyen kontroller beállítást használsz. Tehát, hogyha offra van állítva, akkor ha lenyomod, akkor maximális sebességen megy mondjuk az adott játékos.
Viszont, hogyha onra van állítva, akkor számít az, hogy mennyire nyomod le az adott gombot. Tehát ennek ez a lényeg ennek az analóg sprintnek, hogy nem mindig maximális sebességen kezd el futni a játékos. Tényleg személyre kell szabni ezt is, hogy hogyan szereted. A defendingre kitérve tactical defending van ugye évek óta, tehát a legacy defending az max gép ellen működik, mert ugye mindenkinek ezt a taktikust kell használni. Illetve a legutolsó beállítás az a pass receiver lock, amiről már beszéltem egy előző videóban, hogy ez egy újítás a játék során, illetve a FIFA 20-ban, ez a következőt jelenti. Ha early-re van állítva, akkor ugyanaz, mint az előző években volt, tehát ha lenyomod a gombot, akkor azon nyomban azt csinálja, amit éppenséggel szeretnél. Viszont, hogyha a létre van állítva, ami az alapbeállítás a FIFA 20-ban, akkor az azt jelenti, hogy akkor fogja elrúgni a labdát a játékos, mikor a lábához közel ér a labda. Tehát ezt úgy értsétek, hogy tegyük fel mondjuk, szeretnél egy paszt mondjuk hazaadni. Viszont te meggondolod magad, és még nem rúgtál az adott játékos a labdát, és mondjuk mégis úgy döntesz, hogy te át szeretnéd ívelni a másik oldalra, akkor ezt nyugodtan megteheted. Én azért szeretem az early-t használni, mert én azt vettem észre, hogy ha delay-es a gameplay, akkor folyamatosan az van, hogy hiába gondolom meg magam, vagy olyan orbitális hülye helyre passzolja a labdát, vagy íveli, ahova nem is szerettem volna, és én sokszor emiatt hibába ütköztem, hogy ez a bizonyos beállítás, ez nekem létem volt. Tehát döntsétek el ti ismételte, hogy melyiket szeretnétek használni, viszont én személyes preferencia szerint az early-t, tehát azt, ami az előző években volt, azt használom, mert tényleg ezek miatt a szerverek miatt, amilyen rossz a szerverek minősége a FIFA 20-ban is, szerintem a lét az egyszerűen nem jó. Tehát én nekem soha nem volt normális passzom vele szinte, és tehát az ilyen esetekben, mikor például haza akartam adni a labdát, meggondoltam magam, át akartam ívelni, erre beadta középre, tehát össze-vissza rúgdosta a labdát a játékosom. Ugye én klasszik beállításokat használok a kontroller beállításnál mindennél, tehát a defense és az attack is klasszikon van, tehát erről nem is nagyon szeretnék beszélni. Szóval akkor térjünk át a game settingsre. A legelső dolog, hogy coop kamera beállítást használok kb. FIFA 16 óta. Azért ezt használom, mert véleményem szerint ebben látod át a legeslegjobban a pályát. Nincs az, hogy esetleg megtámadják a szélső hátvédedet, nem látod, átíveled a labdát és megelőző szerelés következik. Ezért használom ezt a kamera beállítást, de ezt mindig megkérdezitek, illetve egyénire állítjátok itt a kamera settings-t és 19, illetve 3. A magasság, illetve a zoom. Szóval, tulajdonképpen ennyi, amit a kamera beállításokkal kapcsolatosan el szerettem volna mondani. A következő dolog még, amit nagyon-nagyon fontosnak találok beállítani, az nem más, mint a HUD-nak a beállítása. Én player name és indikátort használok, ami különbözik az alapbeállítástól, illetve a player indikátor az player name-re és nem pedig player number-re van állítva. A player name és player number között az a különbség, hogy az egyiknél a számát látod, tehát a messzámát látod a játékosnak, valamikor pedig, hogy a player name-en van, akkor a nevét. Én szerintem ez nagyon-nagyon hasznos funkció, tehát ha tegyük fel egy 16-oson belüli szituációnál vagy, és mondjuk fenn vagy egy szögletnél, vagy bármi ilyesmi, és meglátod, hogy neked éppenséggel Varan, vagy Umtiti, vagy olyan játékosod van, aki nem igazán tud lőni, akkor inkább tovább passzolod a labdát, és ha mondjuk Neymart ír az adott karakter felett, akkor tudod, hogy lőni kell. Tehát ilyen egyszerű, srácok, a képlet. A radart én 2D-n szoktam használni, illetve még 2 darab nagyon fontos beállítás van. Az egyik a score clock dropdown, ami iszonyat idegesítő, ha be van kapcsolva, ezt mindenképpen kapcsoljátok ki. Valamint a másik nagyon-nagyon irritáló idén a játékban, ami azt hiszem, hogy lehet, hogy tavaly is benn volt, de nem vagyok benne biztos, az a scrolling lineups. Ez azt jelenti, hogy a mérkőzés elején, mikor kezdőrúgás van, utána alul elkezdi írni a játékosoknak a neveit, hogy kik a kezdők. Neked és az ellenfél csapatánál is. Ez azért nagyon irritáló, mert tegyük fel, hogy elkezdődik a mérkőzés, lepasszolod a szélső hátvédednek, de nem látsz semmit ettől a bizonyos kiírástól. Tehát annyira irritálóvá tette az így, nem tudom, hogy ezt miért így csinálták meg, vagy mi van ezzel, de mindenféleképpen kapcsoljátok ki, mert a
egy iszonyatosan rossz funkció szerintem a játékban, és tényleg hasznos lehet az, hogyha látod, hogy a szélső hátvéddel esetleg meg tudsz-e indulni, vagy egyéb dolog. Úgyhogy ennyi srácok a beállításokkal kapcsolatban, amit el szerettem volna mondani. A következő videók egyikében mindenféleképpen majd beszélni fogok a különböző formációkról, illetve egyéni taktikákról. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte, hogyha tetszett, akkor jelezz egy lájkkal, illetve ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. További szép napot, ciao, szevasztok!